Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. November 9-én kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. A plejádok azok Atlasz Isten lányai, tehát testvérek. A központi nap a plejádoknál Alkioné. Lefordítva azt jelenti, hogy egy királynő, aki győz a gonoszságok felett. Én összeszoktam hasonlítani Alkionét Holle anyóval. Itt köztünk, tehát a mi földünk és a plejádok között, különösen ami Alkionét illeti, van egy kapcsolat ezen a napon. Ez egy finom energiamező, van gyógyító hatása, jelent egy spirituális területet, amikor itt kinyílik egy égi kapu, ezek a lehetőségek. Ezen az estén, este 11-től kezdve tartok egy szertartást, amire jelentkezhetsz e-mailen keresztül. Az energiai egyensúly 4000 forint. És megnézzük, hogy milyen témák vannak. Egyrészt a spirituális terület, a gyógyító erő. Azon kívül bepillantunk a maja naptár titkaiba, hiszen ők számították ki ezeket az égi kapukat, ezeknek a nyílását. A maja naptárban vannak hullámok vagy rezgések, ez olyan, mint nálunk a hét. Náluk ez 13 napig tart. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon, ahol utána nézhetsz, Dendera Susanna Medici néven. Tehát ebben a maja naptárban vannak hullámok vagy rezgések, ami 13 napig tart. 9-én indul a 19. hullám, és 9-e az első nap ebben a hullámban, az egyes számot így jelölték a maják. Ez utalhat rád, illetve a mi énünkre, a mi fellépésünkre, hogy minden úgy lesz, ahogy mi most tervezzük. Ez az egyes szám lehet egy új kezdet, egy új irány is. Ezen a napon Men uralkodik, itt van a szimbóluma, Men lefordítva sas madarat jelent. És ez a sasmadár felszabadít bennünket bizonyos témákból, vagy félelmektől, vagy bizonyos kapcsolatoktól. A sasmadárnál van ez a büszke tartás, erre is oda kell figyelnünk. Azon kívül a sasmadár szimbóluma jelenti azt, hogy felülről látjuk a dolgokat, átlátunk mindenen, tisztán látunk valamit, és itt tervezhetjük a jövőt, hiszen látjuk azt is, hogy mi fog következni. Azon kívül, ha így felülről nézzük a dolgokat, akkor észrevesszük az összefüggéseket, mi hogyan, illetve kik vannak kapcsolatban, összefüggésben egymással. Ki hogy hat ki ránk, vagy egymással szemben milyen a kapcsolat. Itt át fogunk most látni ezeken a dolgokon. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!